Mára is egy olyan egészségügyi téma jutott, ami igen sokakat érint, ez pedig a porckorongsérv, illetve annak kezelése. Dr. Szőlősi Balázs gerincsebész ortopéd szakorvos a vendégünk, hogy szeretettel köszöntjük itt nálunk. Amikor porckorongsérvről beszélünk, az ugyanaz, mint amit gerincsérvként is szoktunk emlegetni? Igen, a köznyelv nagyon gyakran gerincsérvnek titulálja a porckorongsérvet. Talán egy-két mondatot érdemes lenne mégis beszélni, arról tisztázzuk, hogy mi maga a téma, mert talán a hallgatók között is sokan vannak, akik ezzel nincsenek tisztában. A gerinc az egy szelvényezett szerv, ami azt jelenti, hogy csigolyákból épül föl. Ezt a legegyszerűbb hasonlattal úgy tudnám érzékeltetni, mint hogyha kockákból egy tornyot építenénk, és minden két kocka között egy radiumit tennénk be, ez a porckorong. Ennek két fontos mechanikai szerepe van, az egyik a rezgések csillapítása és eliminálása, a másik pedig az, hogy rugalmas kötőelemként összekapcsolja a csigolyákat. Maga a porckorong egy kopó szervünk, és hogyha ezen a porckorongon kialakul egy előboltosulás, ami a gerincscsatorna felé irányul, a gerincscsatorna egy zárt csontos cső, akkor ott kialakulhat egy homokóra-szerű szűkület. Ebben a szűkületben nyomás alá kerülhetnek az idegelemek, és ez okozza ezeket a panaszokat, amiket a köznyelven gerincsérvnek vagy porckorongsérvnek titulálunk. Milyenek ezek a panaszok? Mit érez olyan? A legfontosabb panasz maga a fájdalom. A fájdalomnak a lokalizációja nagyon jellemző. Általában, hogyha ágyéki porckorongsérvről beszélünk, akkor deréktájékon jelentkezik, és mindig valamilyen irradiációt, úgynevezett kisugárzást mutat. A fartájék, forgótájék, illetve az alsó végtag felé sugárzó fájdalmak a legjellemzőbb tünetek. Ugye ehhez társulhatnak a zsibbadásos panaszok az alsó végtagban, illetve extrém ritka és súlyos esetekben végtag bizonyos izomcsoportjainak a gyengülése, valaki azt veszi észre, hogy járás közben csapódik a lába, illetve hát még ritkább esetben sajnos a vegetatív funkciók, tehát a széklet és a vizelet tartás szabályozása is sérülhet. Ugye ez minden harmadik, negyedik embert érint, hogyha igen, jók az információim. Mi okozza azt, hogy ennyire sokaknak megkeseríti az életét? Hát ugye az előfordulási gyakorisága a porckorongsérvnek a felnőtt lakosság 80%-a élete során egyszer vagy kétszer átesik valamilyen gerincbántalmon, gerincbetegségből eredő fájdalmon. Ugye ezt az egészet nem is egy betegségnek kellene, hogy elképzeljünk, hanem egy kopásos öregedési folyamatnak, ami a 30-as életévek elején kezdődik el, a harmadik életévtized elején, és utána élethosszon át tart. Ennek a kopásnak bizonyos stádiumaiban bizonyos panaszok jelentkezhetnek, elsősorban fájdalmak, és ebben a folyamatban akkor kell beavatkozni, hogyha ezek a fájdalmak kialakulnak. Nagyon sok oka van ennek, egyrészt a mozgásszegény életmód, a túlsúly, úgy gondolom ezek olyan általános dolgok, amivel nem mondtam újat, és egészen bizonyos, hogy van ennek a folyamatnak valamilyen szintű genetikai háttere is. Tehát ez egy tapasztalati tény, hogy vannak úgynevezett gerincbeteg családok, ahol több családtagnál fordul elő ugyanaz a betegség. Ennek a pontos mechanizmusa, az öröklődés mechanizmusa ma még nem ismert. Ezeket a porckorongokat, hogyha elkezdenek kopni, igen, valamilyen szinten tudja pótolni a szervezet? Ugye lehet mindenféle készítményeket látni a reklámokban, ami úgymond pótolja nem csak a porckorong, igen, tájékát, hanem bárhol, ahol porc előfordul a szervezetünkben. Van egy rossz hírem, gerincet nem lehet pótolni. Gerincet nem. Nincs. De hogy ami a porc részét illeti. Itt szeretnék tisztázni egy-két fogalmat megint, hogy a magyar nyelv gyönyörű, de ebből a szempontból egy picikét szegényes. Tehát a porckorong nem porcból van. Ha szövettani szempontból nézzük, akkor a porckorong egy rugalmas, rostos kötőszövet. Az, amiről beszéltél, ezek a gyógyszerek, ezek az izületi porc, a tükörporcnak a regenerációját segítik elő. Ezek a nagy izületeket borítják, ezek a porcsejtek, tehát a csípőben, térdben fordulnak elő. Nem érdemes összekeverni. Tehát olyan nem érdemes összekeverni, és sajnos ezek a készítmények direktben a porckorongnak a regenerációját nem segítik elő. Hogyan diagnosztizálják a porckorongsérvet? Hát ugye az első minden esetben én úgy gondolom, hogy egy alapos orvosi vizsgálat, és porckorongsérv diagnózisa felelősséggel nem állítható fel valamilyen képalkotó diagnosztikai eljárás nélkül. Ebben a legszofisztikáltabb az MR vizsgálat és a legmegbízhatóbb is. Kezelhető műtét nélkül helyreállítható? Sőt, a porckorongsérvek túlnyomó többsége nem műtéttel kezelendő, ezt mondom sebészként. Én úgy gondolom, hogy a porckorongsérves betegek kevesebb, mint 10%-a kellene, hogy műtétre kerüljön. A konzervatív kezelés nagyon sok esetben nagyon hasznos. Ennek több stádiuma van. Az első stádium, amikor ez az akut falatkaparom stádium fájdalom van,
akkor egyrészről a fájdalomcsillapítás, a gyulladás csökkentés és a pihenés. Ezt enyhébb esetekben gyógyszeresen, szájon átszedhető gyógyszerekkel el tudjuk érni, lokális hűtéssel és otthoni pihenéssel. Ha ezek nem elegendők és kórházi kezelésre van szükség, akkor vénásan adunk a betegeknek valamilyen gyulladás csökkentő gyógyszert 5-6 napig, és aztán az akut szak lecsengése utána előtérbe kerül a gyógytorna, mint legfontosabb kezelési eszköz. Az imént ön említette az okok miatt, ami miatt kialakulhat ugye a mozgásszegény életmódot, a nem megfelelő táplálkozást, de amiről talán nem beszéltünk, illetve nem tudom, van-e összefüggés például a nem megfelelő folyadékmennyiségnek a beviteléről, hogy van-e összefüggés e között? Egyértelmű bizonyíték arra nem született még tudomásom szerint, hogy a folyadékszegény, a kevés folyadékbevitel direktbe befolyásolná a porckorong folyadéktartalmát, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel. Ugye azt említette doktor úr, hogy körülbelül 10%-át azoknak, akik ilyen panaszokkal küzdenek, elég lenne megműteni. Mi történik akkor, hogyha műtétre kerül a sor? Milyen, nyilván? Ezt bízzuk az orvosokra, regenerálódás hogyan zajlik utána? Ugye a műtét a porckorongsév kezelésében egy rövid pillanat, tehát az egész terápiás folyamatnak egy nagyon csekély része. Nagyon fontos azt megérteni, hogy a műtétnél a porckorongnak az a kis részlete kerül eltávolításra, ami az idegelemeket nyomja. Tehát maga a porckorong egésze, ami általában kopott, az a helyén marad. Tehát a műtéttel praktikusan azokat a panaszokat tudjuk megoldani, amik a lesugárzó fájdalmakat, illetve a nagy fájdalomszindrómát fenntartják, illetve az idegelemeket tudjuk felszabadítani. Sokkal fontosabb az utána következő etap, amikor a beteg felépül ebből a műtétből, és szembesül azzal, hogy van egy operált gerince, és úgy gondolom, hogy minden porckorongsév műtét egy életmódváltást kíván meg a betegektől. Tehát a gyógytornát nem az első 1-2 hétben kell folytatni, nagyon fontos akkor is, mert először ideggyöki mobilizáló gyakorlatokat tanulnak meg a betegek, de nagyon fontos az, hogy amikor már visszatérnek a munkájukhoz, akkor se hanyagolják el a gyógytornát. Ezt folyamatosan kell, hogy csinálják, sajnos. Ez egy rossz hír. Hát nekünk is lenne még egy pár millió kérdésünk, de biztos, hogy a nézőknek is van, úgyhogy hát is engedjük a doktor urat a nézőknek és a telefonhívásoknak. A telefonszámunk 061-759-5500, úgyhogy az adás ideje alatt tegyék fel bátran a kérdéseiket, akár a Facebookon is. Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Most viszont megmutatjuk, hogy mivel várjuk még önöket.